Indul az idei zsetonos like Két kanizsai jóügyet is lehet támogatni az Önválaszt Mi Segítünk elnevezésű akcióban. A Kanizsai Dorottya Kórházi Játszótér építési és a Batyányi Gimnázium generációs sportnapi programja is bekerült az egyik szupermarket jótékonysági akciójának jelöltjei közé. Megrendezésre kerül a Tesco Áruházlánc által egy Önválaszt Mi Segítünk kampány, aminek keretében olyan civil szervezetek pályázatát támogatja a Tesco Áruházlánc azon keresztül az ott résztvevő vásárlók tömege, amelyeket érdemesnek tart arra az aktuális évben. A Kanizsai Dorottya Kórház is indul 2019-ben ezen a pályázaton, ami arról szól, hogy az intézmény területén szeretnénk több mint egy évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy szeretnénk egy játszóteret kialakítani a kórházban gyógyuló betegek hétköznapjainak a szebbétételére, illetve lehetőséget biztosítanánk arra, hogy a városban élő és a város környéki gyermekek is, ha erre járnak, bemehessenek és játszanak ezen a játszótéren. Ezt a játszóteret szeretnénk megvalósítani a Kanizsai Dorottya kórház területén. Megkerestük az elmúlt évben a nagykonizsai vállalkozókat, önkormányzatot, civil szervezeteket, magánembereket, és több mint 7 millió forint gyűlt össze az alapítvány számláján erre a célra. A játszótéri játékokat megvásároltuk, és most már csak telepíteni kell. Ez, hogy csak telepíteni kell, ez természetesen költségekkel jár, és további forrásokat próbálunk ehhez a célhoz rendelni. Jó alkalom a Tesco Áruházlánc pályázata ehhez a ennek a célnak a megvalósítására. Reméljük, hogy a Kanizsai Dorottya Kórház alapítványa nyeri meg ezt a közel félmillió forint összeget, pontosan 400 ezer forintot. Ez egy komoly segítség lenne a játszótér telepítéséhez. Ezért kérjük a Nagykanizsai, Nagykanizsa környéki és Zala megye lakosságát, hogy ezen pályázaton, ha elmennek a Tesco-ba, a fizetést követően a kuponjukat Kanizsai Dorottya Kórház Alapítványának a szúrtájába dobják be. Köszönjük szépen! Az önválaszt mi segítünk pályázat célja, hogy jótékony célú helyi közösségi kezdeményezéseket támogasson. Nagy örömmel vettük, hogy a pályázaton két kanizsai szervezet is bejutott a második fordulóba, így részt vett a kanizsai és a keszthelyi Tesco-nál január 21 és február 17 között sorra kerülő szavazáson. Arra kérünk mi valamennyi kanizsai vásárlót, de Kesszaid vásárlót is, hogy mindenképpen éljen a szavazás lehetőségével, és támogassa, vagy a Egyesületünknek a Battyányi Lajos Gimnáziumban megosztandó Generációs Sportnapos rendezvényét, ami az Egészséges Nagykönyvzsárt projekt keretében fog majd szeptemberre megvalósulni, vagy pedig a kórháznak az említett játszóteres alapítványos támogatásával segítsük azt, hogy minél inkább megosulasson és minél hamarabb a játszótér a kórházban.